A képei egy olyan világba repítenek, amelyet lehet szeretni vagy nem szeretni, viszont egy valamit nem lehet, közömbösnek maradni. A találkozásunkra készülve egy erőteljes, robosztus alkatú művészre számítottam, ehelyett tágra nyit tekintettel szemembe mosolygott a kedvesen sármos Tóth Kovács József. Képeidet tekintve életre kell egyfajta falusi közeg. A falusi ember mindennapjai jelenednek meg, szinte fotográfia szerűen. És itt beszélgettünk egy picit az imént, és említetted, hogy te ebből a közegből jöttél. Igen. Miért fontos, hogy ezt megjelenítsed a képeiden? Hát számomra fontos azokat az értékeket képviselni, amiket én gyerekkoromban megkaptam a szüleimtől, és ezek nagyon szép élmények voltak, mikor elmentünk Földvárra a nagyszüleimhez, és az unokatestvéreimmel kimentünk lovaskocsival a határba összeszedni az eloldozott, hátrahagyott szalmabálákat. Azok olyan emberi és természeti élmények voltak, tehát olyan millió, amit egyszerűen nem hagyhattam szó nélkül. Tehát én úgy érzem, hogy ez a fajta világ most sajnos kiveszőben van, tehát próbálok is erre reflektálni a képeimben. Itt mögöttem áll egy lópatkolás jelenet, ami viszont már magyarországi megmozdulás, tehát itt, mert hogy bocsáss meg, említsük meg, hogy a szülőfalut Zenta, tehát a Vajdaság. Zenta, igen. Vajdaság. Ez pedig a csongrádi művésztelepen történt. Kovács találkozó volt, tehát már eleve hagyományőrzés van a kovácsok világában is, mivel ez is egy kihaló, félben levő szakma. És hát meghívtak idős kovácsmestereket, akik ott helyben patkoltak meg egy lovat a művésztelepen. Térjünk vissza egy picit a kezdetekhez. Jó. 9 éves voltál, amikor is nagyon tudatosan, már akkor egy éve rágtad a szüleid fülét, hogy te szeretnél megtanulni festeni. Igen. Hát ez nem teljesen így volt, mert akkor még csak annyi tudatosodott bennem, hogy én, mivel nagyon szerettem már akkor is a lovakat, hogy menjünk már át a fél sarokra lakott tőlünk a Skrabány Viktor képzőművész, aki egyébként a Ljubljanai Akadémiát végezte el, hogy hát tanítson már meg rajzolni lovat. És ő azt a választ adta nekem, hogy hát lovat most nem tanít meg rajzolni, de ha majd megtanulok portrét rajzolni, akkor majd tudok rajzolni lovat is. És idővel ez be is bizonyosodott, tehát lovat soha nem tanított rajzolni, de portrét annál inkább. Később Újvidékre jártam középiskolába, majd utána jelentkeztem Pécsre és Pestre a Képzőművészeti Egyetemre, és ide vettek fel, tehát Pécsre is fölvettek, csak ezt írtam be először. Ez a kiállítás, ami most itt a Forrás Galériában található, mit jelent a te pályád? Nagyon fontosnak tartom. Hát a képzőművészeti egyetem elvégzése után ez az első élesbe menő kiállítás, ami ugye egyben megnyitja az utat előttem a szakma felé is, és a nagy közönség felé is. Úgyhogy én talán ezt tartom eddigi legfontosabb dolognak. A festészetből egy kis kirándulást is tettél a szobrászat felé. Ez azért szintén nem szokványos dolog. Erről meséljél nekünk egy picit. Hát kérlek szépen, egy éve költöztem Csongrádra, és Csongrádon egy nagyon jó barátomtól tanultam szobrászkodni. Nem megtanultam, még csak tanulom.
De ennek a bizonyítéka ugye két szobor is, ami itt van kiállítva. Mivel jövőre Liszt Ferenc évünk lesz, ezért gondoltam, hogy nem csak rajzban készülnék, hanem szoborban is. Úgyhogy megszoboltam az 50-es éveiben levő Liszt Ferencet is. Láttad-e már a közeljövőt, mert távlatokat nem kérdezek egyenlőre, de mondjuk a közeljövőt. Maradnak-e ezek a falusi életképek, vagy más tematikájú ügyekkel foglalkozol? Próbálok reflektálni a hagyományos értékekre, az örökérvényűt keresem. Tulajdonképpen, mint ahogy Nagy Gábor mesterem is mondta, hogy hát nem hiszek a Tisza virág életű megmozdulásokban, illetve olyan festészetben, ami tulajdonképpen egy fél délelőtt alatt elfelejthető. Én remélem, hogy ez a képi világ tud olyan erős élményekkel élni, és olyan erős élményeket nyújtani az embereknek, amik megmaradnak délután is, hogyha délelőtt bejöttek és megnézték a galériát.